első lépés, hogy megnézem, hogy mennyi ajszőre van, milyen hosszú szőr szeretnéd. Ugye kiállítási kutya lesz belőle, tehát nem vágjuk túlságosan rövidre, de nem is hagyjuk túlságosan hosszúra. Lehet látni, hogy az ajszőr elég dús, ezt szépen ki fogjuk majd szedni. Az első lépés az, hogy levágom róla azt, ami biztosan nem fog kelleni. Utána jön egy bontás, utána fürdünk, és utána lesz majd szépre nyírva. A farrésznél alulról fölfelé egy egyeneset vágunk. Itt a képen is lehet látni, tehát egy függőleges egyenes felületet vágunk. Természetesen az is fontos, hogy megnézzük, hogy a kutya mennyire rövid, mennyire hosszú, annak alapján rövidítem, vagy kicsit hosszítom a kutya testét. Következő lépés, a farka hosszát most meghatározzuk. Ugye neki egy nagyon jó tűzött farka van, és ugye, hogy lássuk majd a karikánkat, ez az utolsó egyharmadot ilyen hegyesre vágom le. Különben akkor nem fekszik rá, hanem a tetején marad. Majd innen még ki fogunk szedni, meg még innen a hátak közepéből, ahhoz, hogy a karikánk legyen. Egyelőre most még ezt itt megigazítottam. Ugye lehet látni, hogy még ezt is bontanunk kell. Ja. Következő lépés. Következő lépés. Ugye nem fésülöm ki, hanem teljesen felesleges. Először levágjuk azt, ami nem fog kelleni. A farrésztől indulok el a homlokáig, a gerinc vonalán. Nagyon finoman lehajtom a fejét, úgy, hogy egy egyenes gerincet kapjak. Egyenes vonalat. A fülei közötti részt is levágom, egészen a koponya tetőig. Ugye ebben a sávban fogom levágni, teljesen laposra, egyenesre. Fontos, hogy a kutya ne legyen pupos. Ezen is. Tehát a farrésztől haradok a fejtetőig, ugye, hogyha lehajtom a kutyának a fejét, akkor így vágok, ugye, egyeneset. Attól lesz nagyon szép a nyaka, ugye ezt a 45 fokot nagyon szépen megkapjuk. Na, most jön a... Elfordulunk egy kicsit, akkor így jobban látjátok. Még jobban elfordulok, ezért jól megosztál, de szeretem. Na most, a szőr növekedésének irányába levágom a szőrét. Ugye ebben a vonalban, és egy kicsikét kifelé tartva. Tehát nem befelé, kifelé tartva. Sokkal egyszerűbb kibontani, ha le van vágva a teteje, amire nincsen szükségünk. Amikor levágtuk a test felületét, itt már egy kicsikét mehetünk befelé. Csak egy picit. Úgy. Majd ezt a vonalat majd mindjárt összevetjük, amikor látjuk már a kutyát, mert ugye most még nem látjuk teljesen.
Megint egy fontos rész, mivel oszlopos lesz a lába, ugye eddig ebbe az irányba vágtunk, most pedig lefelé, függőlegesen, mert oszlopos lábat akarunk. Ilyenkor már egy picit hozzá is csipkedhetünk, hozzá is vághatjuk már. Ugye valószínűleg az ő lábán nem fogok túl sokat vágni egyébként. Elhajtom a fülét, finoman óvatosan, és haladok be a nyaka felé. Leülsz szépen, ahogy ügyes vagy. Ugye nem keriblú terriert készítünk, tehát nem lesz itt egy ilyen nagy melkasa, hanem ilyen nagyon-nagyon szépen egyenesen hozzuk le. Fejét mindig utoljára hagyom, de a feje tűnik a leginkább, leghamarabb. És akkor most alakult ki, ugye ez itt nekünk nem kell, a csák irányába levágjuk. A csánkról a szőrt alulról fölfelé egyeneset vágunk, másikról is. Belül is. Kívül is. Nem vágok túl sokat, csak épp, hogy a bontás miatt. És ugye itt ezen az oldal. Ugye a heréit erősen megmarkoljuk, hogy ugye ne tegyünk benne kárt. Szukáknál a példáját. És most megnézzük az egész kutyát. Ez egy teljesen tökéletes hosszúságú kutya. Se nem hosszú, se nem túl rövid. Innen még lehet levágni. Nyakát mindig kihangsúlyozzuk. Most pontosan emiatt arányában lehet innen leszedni. Természetesen a legvégén, amikor már ki lesz fésülve, még akkor is igazítunk ezeken a vonalakon. Jó? Mert ugye utoljára hagytam a fejét, nem tudhattuk a szőr alatt milyen a teste. Hol a füled? Itt a füled. A hallójárat közvetlen közelében körülbelül egy 1 centit, egy 1 centis részen nagyon rövidre levágjuk. Úgy, meg is van. Mindig fogom a fülét utána. Alulról fölfelé a hallójárat és a külső szemzug között függőlegesen egy egyenes felületet vágok. Először, azért nem fésülöm ki egyébként majd vágás előtt, mert ez a természetes esése. És majd, amikor kifésüljük, akkor ehhez a mérethez tartjuk. Tehát függőlegesen, hallójárattól, a külső szemzugig függőlegesen. Majd ugyanezen a területen vízszintesen, finoman átnyírjuk. Csak a felületet. Itt most már csak azt, ami kilóg.
kapunk egy ilyen éles felületet, de az nem baj, majd az el fog tűnni. Bajuszához ugye még nem nyúltunk. Nagyon kicsit vágunk hozzá. Ez az irány legyen majd, nagyon kicsit, hogy nehogy róka fejünk legyen majd. Most következik az álla, ugye ez nagyon hosszú, levágjuk, körülbelül másfél centire. És egyelőre nem nyúlunk többet hozzá. Ez majd itt le fog kerülni. Nagyon fontos, sokan azt hiszik, hogy egy ilyen kerek formát kell kialakítani, nem, egyenesnek kell lennie. Hogy érjük ezt el? Rátesszük a kutyának az orrára, egészen a stoppig rátesz, teletettem az ollót. És attól párhuzamosan elemelem körülbelül 2 centire. És ebben a vonalban fogom majd levágni. Tehát rátettem, elemelem, és ez az irány. Tudom, hogy még itt vannak ilyen szögek, de ezeket majd le fogjuk vágni. Tehát, hogy ebben az irányban maradjon. Nem fésülöm ki, mert ha kifésülöm, és ugyanilyen rövidre levágom, mint most, utána össze fog ugrani, és rókafeje lesz a kutyának. Ezért nem a hagyományos kutyakozmetikai módszerrel vágjuk a pumit, nem főnőzzük ki, mert amikor kifőnőztük, mint egy uszkárt, és levágjuk a kívánt hosszúságra, egyenetlenül fog visszagöndörödni, az uszkárnál viszont nem. Az uszkárnál teljesen egyenletes, minden szőrszála egyforma már a jobb fajta oszkárnál. Na most itt van nekünk még egy bóbitánk, ugye hátulról levágtuk teljesen egyenesen, ugye erre felé, ugye hátulról levágtuk egyenesen erre, szemből levágtuk egyenesen erre, és akkor jó, hogyha marad nekünk itt egy ilyen bóbitánk. És akkor azt szépen fogjuk, levágjuk. Most nagyjából megvan a fejünk, most megnézzük a bajszát szeme körül, sosem vágjuk ki, majd fürdetés után ezekhez a hosszakhoz fogjuk majd ezeket a kilógó részeket majd hozzávágni. Na most ugye nekünk még itt van egy nagy bajuszunk, ami természetesen most sem fésültünk még ki, most látjuk az kutyának az egész fejét, semmi esetre nem így tartjuk az ollót, mert rókapofánk lesz, hanem feltétlenül ebbe az irányba. Tehát két egyenes párhuzamosat vágunk. Csodálatos, nyugodt alanyunkkal. Most nem kellett volna mondani. Úgy. Mit teszünk most ezzel? Ugye itt még mindig hosszú. Soha nem szabad túl hosszút vágni. Éppen, hogy csak irányban csípjünk le belőle, picit. Hát ez adja meg a puminak a fejének a lényegét. Itt is csak ilyen picit levágunk. Majd fogjuk látni a szemét, nem kell izgulni. Ugye ilyen tömbszerűnek kell lennie. Úgy. Ugye még mindig nem fésültük ki. Na most jön az áll alatti rész. Ugye a puminak nem szakálla van, tehát nem ebbe az irányba vágom, hanem pontosan ebbe az irányban. Hangsúlyozzuk mindig ki a nyakát.
nem szép, hogyha egy puminak rövid a nyaka. Füléhez annyit nyúlok most csak, hogy ki fogom fésülni. Nem nyírok bele, majd csak is a leges-leges-leg végén. Hiszen, hogyha most kifésülés nélkül levágok a füléből, már nem a füléből, a szőrből, akkor utána könnyebb lesz, és esetleg felel. Tehát először ki fogom fésülni, és amikor teljesen kész az egész kutya, az utolsó pillanatban nyúlok a füléhez. Még itt van még egy. Flexibilis keféllel nagyon jó eredményt lehet elérni. Először mindig a szőr növekedésének irányába, és utána azt a felületet már lehet más irányba is. Tehát szőr növekedésének irányába, és akkor utána válthatjuk az irányokat, annál jobban ki lehet bontani. Jó, kifésülés után egy ritkafogú, hosszú ritkafogú fésűvel jól kifeszítjük a bőrét a kutyának, gyönyörűen kijönnek, amíg bent maradt ajszőrök. És itt jegyezném meg a trimmelést, hogy mi az, mert ugye most ezt a kutyát sem tudnánk megtrimmelni. A szó klasszikus értelmében. Ugyanis a trimmelés lényege az, hogy az elöregedett szőrt nem tudja saját maga leváltani a kutya, és már kint van a friss új szőre. Attól meg kell szabadítani, a teljes testfelületén, és az azt kivéve a lábait, ami azt jelenti, hogy megfogom a trimmelendő szőrpincse a szőr növekedésének irányába, és az egésznek egy pici mozdulatra el kell, hogy engedje, teljes mértékben, 100%-ban. Ugye lehet látni, hogy nem jön ki a szőre. És a trimmelésnek az a lényege, hogy kiszedjük az összes öreg szőrt, és alatta az új pehely marad. Hát itt miről beszélünk? Itt ajszőrt szedünk ki, a fedőszőr, az meg szépen itt maradt. Azok a kis kemény fedőszőrök. Semmi köze a trimmeléshez. Azt hiszik, hogy az trimmelés, hogyha időnként kihúzok egy-egy már kifésült tincset. De amikor már kifésültem, ez nem jön ki. Ezek nem elhalt szőrök. Tehát nem az a trimmelés, hogy kihúzok belőle, amikor bontás van, néhány csomót. Lehet egyébként fésülésnél segíteni, ha megfogjuk a fésünket, megfogjuk a fésünket, és körülbelül egy centinként, de úgy, hogy egész a bőréig rátolok, finoman véghúzom, és akkor nagyon jól ki lehet bontani azt a részt. Emelkedj fel! Nagyon ügyes vagy, igen. Fordulj meg szívem, fordulj meg. Fordulj meg. Vagy. Jó.
megszárítottam olyan 98%-ig. Kicsit kiemelem a szőrét, nem kifésülöm, ilyenkor nem fésülök, kiemelem, ilyenkor látom az egyenletlenséget. És esetleg még egy nagyon pici víztagmetet fújok rá, jobban meglátom az egyenletlenségeket, hagyd a fél. Úgy csak fölemelem a szőrt, nem kifésülöm, fölemelem. Ugye az egyenletlenségeket le tudom vágni. Ugye alulról fölfelé függőlegesen egy sík felületet vágok. Ugye én itt is eltáltam élő a falok tűzése. Semmit nem fésülök mostantól. Csánk irányában vágok egy egyenes vonalat, majd később a csánkot leellenőrizzük. Farka. Ezt viszont azért fésülöm ki, mert akkor viszont ez viszont tényleg egyáltalán lesz, itt fontos ez a rész. Úgy. Farka hegye ugye rövidre le van vágva, ezt szépen fog majd ide állni. Na. Most jön az a rész, hogy szép karika legyen a farka, nem álljuk vele, nincs szükségünk, és akkor most adjuk meg az igazi hosszát. Ugye most már alig kell levágnunk, most már csak az egyenetlenségeket, csak az egyenetlenségeket vágolná. A legelején mutattam, nagyon finoman lehajtom a fejét. Jól beállítsuk, ugye? Bontáskor mennyivel hosszabb lesz bontás után akár a szőr, ugye tudjuk, hogy mindig főleg a kanoknak sokkal erősebb a szőrzete, ugye önvédelmi szélből. Pedig már elege van. Jó, most készen van a hátafelülete, és mindent ugyanúgy csinálunk, mint az elején, amikor levágtam a felesleges részeket. Szőr növekedésének irányába kissé kifelé tartva. Mindjárt készen vagyok, ügyes vagy. Mindjárt. Igen, most ne oda nézz, ide nézzél. Ügyes vagy. Ugye ezért lényeges erre felé nyírni, ennek a nyírás iránya. Ezért lényeges a nyírás iránya, mert természetesnek tűnik. Nem úgy tűnik, mint amit frissen, sőt, néhány nap múlva egyáltalán nem látszik majd, hogy nyírva volt. A pumpnál egyáltalán nem az a fontos, hogy csodálatos, egyenes felületek legyenek, autentikusság kell tenni. Tincseknek kell, tincsekbe rendeződik majd össze a szőre. Tehát nem úgy, mint egy szkárnak.
miatt. És akkor most jön a feje. Most lehet látni, hogy megadtam a hosszát, ott a rövid, ugye az volt az a hossz, amit a legeles legény megadtam. Ugye most már csak azt vágom le, ami kiáll. Csak is azt. Ugye itt is ez a pici téncsáki, csak azt vágom le. Itt is, csak ezt vágom le. Ennek a kutyának teljesen jó helyen tűzött, tehát magasan tűzött a füle, és tökéletesen egyharmadban levicsakló. De egy kicsit hosszú rajta a szőr. És akkor most vágok erről. Ide nem nyúlok. Erre a tájékra, mert hogyha itt levágom a szélén, sokkal magasabbnak tűnik a füle. Ez esetleg akkor jó, hogyha kicsit nehezebb a kutya füle. Tehát itt egy nagyon keveset levágok. És ugye nem gömbölyítünk, nem kerekítünk, tehát háromszög a vége. Úgy, most várok egy kicsit. Meg kell várni, míg a helyére fölemelkedik a füle. Vágok egy. Az ő esetében természetesen. Amelyik kutyának nagyon nehéz lenne a füle, az első lépés az, hogy innen belülről, az utolsó egyharmadról levágjuk a szőrt egész rövidre. Mindkét oldalon várunk egy kicsit, helyére rázódik, egyébként neki még mindig sok. Még mindig lehet belőle, óvatosan, mert ahány millimétert levágunk, kétszer-háromszor annyit emelkedik. Ilyenkor én már csak nagyon finoman, nagyon keveset vágtam le, és most lesz ez a jó. Ráadásul egy kicsit még nedves a füle, tehát még emelkedni fog, tehát erre figyeljünk, ahogy elpárolog a nedvesség, ahogy mehet erről. No.